Köszi. Átadom a füledet. Helix piercinget fogunk lyukasztani. Adok egy javaslatot arra vonatkozóan, igen, hogy hová gondolom én. Nézd meg kérlek, de ha nem tetszik, vagy nem ide tervezted, akkor nyugodtan jelezd, jó? Ne udvariaskodj kérlek, mert te fogod viselni, nem én. Jó, nézd meg kérlek. Ez így jó. Tetszik, tudni? Igen. Igen, ez így jó. Azért gondolom erre a helyre, mert ha később karikát szeretnél esetleg viselni, ha egyszer majd arra gondolsz, akkor ha följebb teszem, akkor ugye a gravitáció lefelé húz, akkor így lelógna, mint a szamárfüle. Így meg egyenesen fog szépen megállni, átíveli a fülcimpádat, jó? Oké, köszönöm. Szupi. Akkor most összekészítem a steril fülbevalót. A másik felét már egy másik vendég megkapta egy perccel ezelőtt, mielőtt majd a kommentelők esetleg mondják, hogy felbontott steril fülbevalót használ. Na, köszi. Még hozzá ő. Na, megfogom. Jó, elindítom, és kész is vagy. Szuper. Hogy nem fáj. Tényleg nem fáj. Mondtam. Nézd. Ó, nagyon durva. Nagyon jó lett. Nagyon. Örülök neki. Akkor elmondom neked is, jó, hogy mi van a javaslatom, akkor ezt is gondolod, akkor várjuk meg. Annyit szeretnék szépen kérni, hogy tetránkrémet vásároljatok hazafelé a patikában, ezt lehet kapni recept nélkül. A hűtőbe tartod, megderved, fogvájóval egy kicsit felveszünk a krémből, és akkor ide szépen rákenegetem a lyukra, hátul is, meg elől is, akkor az el kell tolni előre, ezt most nem biztos, hogy megcsinál meg, nem lesz kellemes, elől is, hátul is bekrémezni. Ezt egy picit megigazítom, jó, mert szorosabb a kapocs, bocsánat, nem fog jól esni. Kész! Hallottad, hogy bekaptam a helyre? Az a lényeg, hogy hátul soha nem szabad, hogy kilógjon a vége. Tehát krémezem, mozgatom, egy nedves törlőkendővel, egy sima egyszerű popsi törlővel, minden nap, most kidobtam be mindegy gondjuk addig egy másikat, szépen körbe kell törölgetni, mint így felbehajtunk, eltoljuk a fülcimpától a fülbevalót, és így mögében nyúlunk, és szépen körbe töröljük, így alaposan, és a fogvájó még arra is jó, hogyha rátekeredett esetleg a haj, akkor ezt így szépen lehajazunk, leszedegetjük, már itt is például jön a haj, és leszedegetjük róla. Víz nyugodtan érheti, lehet fürödni, hajat mosni, mindenféle vizes programon részt venni. Lényeg az, hogy kenni, mozgatni, tisztán tartani, és a hajakat leszedegetni róla. És akkor nem lesz vele semmi probléma, és aztán egy hónap múlva, ha szeretnéd, akkor már egész nyugodtan lehet csereberélni, jó? Ha bármi kérdés, észrevétel pedig szóltok. Rendben, jó, és köszönöm akkor segítek. Szépen. Köszönöm.